még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézze minket szombaton 8 órakor. Suli körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. Ezerszáz diák és 103 pedagógus mindennapi munkahelye, otthona a Bálint Márton általános és középiskola. Most megmutatjuk a nézőinknek is. Nem vagyok könnyű helyzetben, mert először is nem tudom, hogy hány intézmény vezetőjével beszélek, hiszen ez általános iskola, középiskola, ami részben gimnázium, ha jól olvastam, részben szakközépiskola, OKS képzés is van ebben az intézményben. Tehát több intézmény van egy helyen, ráadásul földrajzilag is legalább két centruma van ennek az intézménynek. Arra kérem Keszter Márton igazgatóra, aki kicsit pontosítsa ezeket a dolgokat. Az intézmény 1985-ben Zsolnai József nevéhez fűződik, aki akkor a Török Bálinttól lehetőséget kapott, hogy kutatást kezdeményezzen. Akkor építették meg a köztársaság téri 8 alatt azt az intézményt, ami most ma a tagintézménye már 2 éve az intézménynek. Akkor egy kutatás kezdődött meg, körülbelül 89 környékén fogalmazódott meg Török Bálinton, hogy visszavennék az intézményt először. Ez körülbelül 96-97 környékén már konkrétabbá is vált, és úgy visszavette az intézményt, ha jól tudom, 99 környékén az önkormányzat. Ekkor Zsolnai József a Veszprém Egyetemre távozott, és ott folytatta a kutatást, illetve az oktatást. És utána az intézmény folytatta, és folytatná mai napig azokat a jónak mondható, a pedagógiában hívószóként jelentkező kutatás eredményeket, amit úgy gondolom, hogy mi szívesen vállalva követünk és folytatjuk tovább. Ez a Zsolnai módszer. Igen, és már nem is annyira, mert azért elég sok minden átalakult benne, amit az eredeti Zsolnai módszernek hívtak annak idején. Az önkormányzat, amikor visszavette az épületet, azt tapasztalta, hogy 340-50 gyerekkel vett vissza az intézményt, és 1-2 év alatt a tanuló létszám elkezdett felkúszni, és úgy döntöttek 2006-ban, hogy felújítják az intézményt, és 2006-ban, korábban hozták a döntést 2004-ben, de 2006-ra elkészült a köztársaság téri épületnek a felújítása, ráépítettek egy szintet, több termet hoztak létre, új könyvtárépületet alakítottak ki a tetőtérbe, tehát modernizálták az intézményt, illetve létrehoztak egy nagy sportcsarnokot, mert a testhelyi sorához addig egy 40 négyzetméteres kis terem állt rendelkezésre. Ez az épület szerkezet módosítás adott lehetőséget arra, hogy újra azok a terek alakuljanak ki és épüljenek vissza, mint amilyennek kéne lennie tanterem nagyságának. Előtt azért sok összenyitott terem volt, vagy szétbombázott terem volt, és most ezzel már egy kulturált környezet alakult ki a gyerekeknek. Udvarrekonstrukció volt, amivel tényleg egy nagyon színvonalas udvar jött létre az akkori létszámokhoz. Az előző polgármester 2007-2008 körül megfogalmazta, hogy felújítottunk egy új iskolát, de már építenünk is kell valószínűleg egy új iskolát, mert olyan módon változik Török Bálint demográfiai változása, annyi beköltöző, annyi lecserélődő állampolgár, tehát generáció korosztályilag lecserélődő idősek helyére a kisgyermekes családok érkeztek, hogy várhatóan az iskolára nagy lesz a kereslet. És ekkor tervezték meg ennek az iskolának a létrehoztát, amit 2013-ban át is adtak. Erre az időre kellett egy koncepciót kialakítani az intézménynek az önkormányzat előtt, hogy milyen szerkezetben is
tagolja szét a két intézményben a diákokat, és hát elég hosszú tervezgetés csörte után arra véleményt jutottunk, hogy maradjon az alsó tagozat a másik intézményben, a Köztársaság téren, és ide az 5. osztálytól középiskola végéig érkezzenek ide gyerekek. És innentől már tudható is, hogy a mai tagintézmény a régi épületben az alsó tagozat tartózkodik, ebbe az osztályba jött az 5-től 8-ig a felső tagozat általános iskola, és már annak idején a Zsolnai József időszakában is volt gimnáziumi osztálya és szakközépiskolai osztálya az intézménynek, mi ezt vittük tovább, és itt ebbe az iskolába jött velünk a középiskola, ahol mai napig is egy gimnáziumi osztály található és egy szakközépiskolás, és egy tevékenységet viszünk tovább a szakképzés területéhoz, a vendéglátás idegenforgalomból, illetve a vendéglátás ágazatból. A vendéglátás szervező vendéglős szakma az, amit az érettség utáni képzésként viszünk tovább. Ez mondható el most így rövid burokban az iskola múltjáról és a jelenlegi szerkezet. Manapság azt tapasztaljuk, hogy igyekeznek lokalizálni a részterületeket bármilyen téren erősíteni. Önnek meg itt egy konglomerátumot kell átlátnia nap mint nap. 8 évvel ezelőtt az intézmény elkezdett azon gondolkodni, hogy hogy jöhet létre egy olyan közösség az intézményen belül, akikben egymás felé bizalom alakul ki, akik közösen alkotják meg a saját pedagógiai programot, hívhatjuk így is, a saját szakmai hitvallását az intézményben, amit együtt képviselnek és együtt bátran fel is vállalnak. És ebben jött létre egy olyan közös vállás, amelyben még anyagi háttere is volt ennek abban az időszakban. Minden évben elmentünk 2 napra tantestülettel közösen továbbképzés keretében olyan helyre, ahol együtt lakott egy éjszakát legalább az egész tantestület, ahol a legelején csapatépítő tréningeket szerveztünk, mellette egészítettük ki a tanévkezdéshez szükséges továbbképzés vagy az év előkészítését is. És ez a tevékenység úgy gondolom olyan formában összekapcsolta a közösségi gondolkodást, amelyben a bizalom is kialakult egymás felé. Nem az a fajta vezetési stílus honosolt meg az intézményben, amelyben az egyszemélyi uralkodói szerepkör, mint ahogy itt most a pedagógiai program elfogadója az egyszemélyben az igazgató, ez egy intézményi, tantestületi, közös gondolkodás eredménye, amelyet úgy gondolom, hogy komoly vitákkal és komoly tanácskozásokkal hozta létre a tantestület, és módosítja majd a jövőben is, ha módosítani kell bármilyen egyéb ügy folytán. Ez a közös gondolkodás egy kis könnyebbséget ad arra, hogy a két intézményben lévő szervezést, irányítást meg tudjuk oldani. Szerencsére olyan igazgatóhelyettes vagy tagintézményhelyettes sikerült megbízni mindkét intézményben, akik ugyanezt a nyelvet beszélik, értik, hogy a pedagógusok mellett lévő igazgatóhelyettes a szakmai segítő, nem csak vezető és nem főleg nem vezető szerepkörben akar tetszelegni, hanem segítőként van jelen, és ez a hangulat úgy gondolom, hogy hozzásegíti a pedagógusok munkáját minél sikeresebb végzéshez. Sorozatunkban több iskolában, különböző iskolatípusokban és méretű iskolákban beszélgettünk pedagógusokkal, iskolavezetőkkel, és nagyon sok helyen kiemelték a családias légkört. Mennyire valósítható meg ez? Mert nyilván ennek van egyfajta értéke. Most beléptünk egy óriási, egyébként lenyűgöző, modern, külsejű intézménybe, épületbe. Itt az Óvoda utcai épületről beszélek. Szükség van-e a családias légkörre, és megteremthető-e ez ilyen méretekben? Az a hagyomány, amiről beszéltem a Zsolnai József által vezetett intézményből, úgymond ez egy fontos szerep. Ez a legfontosabb kihívás az intézménynek, hogy az akkor megkezdett és ezt a folyamatot létrehozó és ezt az állapotot létrehozó pedagógiai kultúrát tudjuk-e átmenteni a továbbiakban, ha már nem az a kutató pedagógus vesz részt az intézmény munkájában. És gondolom, hogy ezt még a mai napig sikerült megőrizni, de a mai diákok,
és beszélhetnénk Z generációról, bármilyen generációról, az újfajta kihívásoknak megfelelve nekünk ezzel sok teendőnk van. A mai napig úgy gondolom, hogy ez működik az iskolában. Ennek egyik kulcs szereplője a szülői háttér, akit szintén szeretnénk és szeretünk bevonni az intézmény egyéb színesítő programjaiba, amivel ez a légkör tovább véhető, és a diákok érezhetik azt, hogy a szüleikkel, ez a felnőtti társadalom a szüleikkel együtt gondoskodik róluk. A hangnem az iskolában a pedagógus-diák kommunikáció is inkább közelít ahhoz, illetve szeretnénk, ha ez így lenne mindig, de közelít ahhoz, mint amit a felnőttektől elvárhat egy diák azzal a tisztelettel, empátiával és toleranciával, és ez úgy gondolom, hogy továbbra is elvárása az iskolában dolgozókkal szemben, de ezt nem is kell igazából megfogalmazni, mert a munkatársak ebbe a hangulatba jönnek be, akik újak, és ezt a hangulatot veszik át, és úgy gondolom, hogy örökítik tovább az intézményben, és ez eddig le is kopognám, szerencsésen alakult az elmúlt időszakban. Szeretném, hogy egy kicsit ezekről már említett méretekről is beszélne. Honlapjukon azt láttam, de lehet, hogy azóta ez már frissült. 89 pedagógus dolgozik az intézményben. 103. 103, igen. Hány diákra jut ez a 103? 1100 gyermek van az intézményben, ebből 450 tanuló van a köztársaság téren, tehát az alsó tagozathoz tartozó létszám. Sokan vagyunk, és nőjük ki már ezt az épületet is ezzel a létszámmal. Még a következő évben két osztállyal több érkezik ide ebbe az épületbe, és utána a következő évben még egyel több, és akkor talán beáll már az a létszám, ami ezt az iskolát terheli, és a másik intézményt sem akarjuk már tovább növelni. Tehát úgy gondolom, hogy megállítandó az a növekedés az egészséges működtetés, üzemeltetés, fenntartás érdekében, ami a létszám növekedést jelenti. Nem is gondolom, hogy értelme lenne tovább növelni a létszámot. Így és a régió egyik legnagyobb intézmény, oktatási intézmény. Vannak még hasonló, nagy Érden is van hasonló, majdnem ekkora intézmény. Itt, ha az épületben az a szűkösség áll elő, ahol a túlzsúfoltság jellemző, ott mindig megjelenik az agresszió. Azt mindig nehezebben tudják lekezelni a pedagógusok, és a gyerekek is nehezebben tudják lekezelni. Ennek a szerkezetnek az előnyeit csak úgy lehet megtartani, ha nem engedjük túlnőni a létszámot. Az idei beiskolázásnál, ugye áprilisban lesz a beiskolázás, beiratkozás. Igen. Ott elképzelhető, hogy valakit helyhiány miatt nem tudnak felvenni, vagy most még, amit említett, hogy két osztályt indítanak, van kapacitás? Az intézmény az állandó lakhelye rendelkező körzetes gyerekeket fel fogja venni, nyilván ez a kötelezettsége. Azokkal szemben, akik nem rendelkeznek ilyen lakó tulajdonsággal, hogy körzetben lennének, azokat könnyen lehet, hogy el fogjuk utasítani. Az elmúlt években a törvény által megfogalmazott előnyt élvező diákok, akik mondjuk egy kilométeren belül laknak, de nem körzetesek, vagy szüleik egy kilométeren belül dolgoznak, vagy a testvérük az intézménybe jár, ők a felvehető és az előnyt élvező felvevők közé terülnek, ha van férőhely. Én úgy gondolom, hogy ezt a férőhelyet maximálni kell, és meg kell állni, 4 osztálynál többet nem szabad indítani szeptemberben, mert az már olyan terem és szerkezeti problémákat okoz, ami nem is lesz megoldható az épületben. Milyen felszereltséggel várják, illetve oktatják, nevelik az idejárókat és várják az idei érkezőket? A köztársaság térrel kezdeném, ott egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok, ami 3 részre bontható, ugye egyszerre 3 osztálynak lehet tersenyesórát tartani. Mivel ott régen az általánoska és középiska is volt, az előző felújításnál, az a bizonyos 2006-os felújításnál ott létrehoztak egy természettudományi szaktantermet. Most ezt az alsósok használják azokhoz az órákhoz, ahol a környezetismeret, természetismeret órákat valamilyen módon ki lehet használni, és ehhez eszköztáruk társul. Abba az épületbe kapott helyet, és nem hoztuk onnan át a szakképzési évfolyamnak, az utolsó évfolyamnak a gyakorló helyeit, a tanéttermet és a tankonyhát. Itt erre nem volt mód
a beruházás során, hogy ezt kialakítsuk, és nem is baj az, ott az alagsorban ez egy tökéletes helyet kapott az elmúlt időszakban is. Úgy gondolom, nagyon jó számítógép parkokkal rendelkezik a köztársaságtéri intézmény is. Minden tanteremben talán két osztálynál nincs most éppen interaktív táblás lehetőség, de ott az előző igazgató vezetésével már olyan fejlesztés indult meg, amelyben törekedtünk arra, hogy próbáljunk lépést tartani azzal a digitális világ fejlődéssel, ami körülveszi ma a fiatal generációt, és ennek a motiváló módszertani előnyeit mindenképpen használják ki a pedagógusok a gyerekek érdekében. Amikor az Óda utca 6-ot elkezdték tervezni, akkor már az igényeket kell csak megfogalmazni az intézmény vezetőinek, amelyben roppant együttműködő volt az a tervezői csapat, aki szeretett volna egy olyan intézményt, oktatási intézményt létrehozni, ami a modernkornak megfelelő elvárásokat tudja teljesíteni, akár hosszú távon is. Ezért egy uszodát terveztek, a hozzátartozó sportcentrum, ami a squash, konditerem, egyebeket nem az iskolához tervezték, az kifejezetten azért jött létre annak a koncepció része, hogy olyan bevételeket tudjon belőle a település létrehozni, hogy a rezsi csökkentést tudják valamilyen módon létrehozni. Mellette létrehoztak egy 1200 négyzetméteres sportcsarnokot, ami szintén három részre osztható toratermet biztosít. Létrehoztak egy természettudományi termet, ahol mind a fizika, kémia, mint a biológia szertárral rendelkezik, külön szertárral, és egy elég jó felszereltséget kapott ez a lehetőséggel. Egy nagyon jó felszerelt ezen a tantermünk volt, amit már felszámoltunk ebben az évben, mert hogy kinőttük több osztályban, ezért már nem ezen a szaktanterem, hogy már nem, mert egy 8. osztály ül benne. Sajnos a drámatermünket ugyanígy fel kellett számolni, és egy osztályterem ül benne. A rajztermet kellett áttelepíteni egy új helyre, hogy ott is egy osztálytermet tudjunk elhelyezni, hogy ennyivel nőtt közben. Mióta az épület tervezése megtörtént, azóta ennyivel nőtt az intézmény osztályszáma, és ezt nem az akkori tervezéskor tudták bekalkulálni. Technikaterem, két technikatermünk volt az indításkor, most egy van, mert a másikban szintén osztályterem van, de azt úgy módosítottuk, hogy minden olyan lehetőséget hozzon létre, ami a lányok és a fiúk technika oktatásához szükséges. Nagyon jó számítástechnika szaktantermeket szereltek fel, és az akkor igazgató kérése szerint egy interaktív kutatóteret is létrehoztak, amelyben bármely más tantárgy, aki úgy gondolja, hogy az internet és a számítógép előnyét lehet használni az ő tantárgyánál, akkor ő bármikor a csoportjaival, akár tehetségfejlesztés, akár felzárkóztatás, akár szakkori formátumban tudjon ott helyet kapni ehhez a fejlesztő munkához. Ez szintén egy nagyon jó felszerelt tanterem. Minden osztályteremben és minden tanteremben itt is interaktív tábla van, tehát azok a digitális előnyök, interaktív előnyök, ami a másik épületben is már létrejöttek, itt ez folytatódott, és ez nagyon komolyan segíti az intézmény működését. Az igazgató akkor a tervezéskor kérte, legyen egy olyan közösségi terünk, ahol a tagozatoknak esetleg egy farsangi rendezvényt, saját bált, tagozati gyűléseket, kiállításokat lehet szervezni, ezért hozták létre az emeleten a Fekete József teremnek hívjuk, egy dísztermet, ahol ilyen rendezvényeket tud az intézmény biztosítani a gyerekek számára, és kértünk egy olyan termet, ahol olyan előadásokat lehet hallgatni a gyerekeknek, ahol akár a főiskolai életből, egyetemi oktatásból, kutatókból jövő előadók, akár több évfolyamnak egyszerre, akár természettudományos, akár íróköltőt, ha meghívunk, olyan közeget tud biztosítani, ahol a gyerekek akár az interaktivitás mellett képvetítéssel, filmvetítéssel egybekötött bármilyen dráma foglalkozás is tartható. Ez lett a mostani Dr. Zsolnai József terem, amely egy 250 főt befogadó, lépcsőzetes elrendezésű székekkel rendelkező vetítős teremmé vált. Két könyvtárunk van, egyik a köztársaság téren, és mivel itt is épült egy könyvtár, itt szabad kezet kaptak a könyvtárosok,
és ők tervezhették meg, hogy mi az a könyvtári környezet, ami hívó szó annak a két korosztálynak, az 5-től 8-ig és a középiskolásnak, ami bevonza őket az olvasás világába, és olyan környezet biztosít számukra, ahol szívesen esetleg tanul bármelyik időszakában a napjának. És ez nagyon-nagyon jól működő könyvtárat hoztak létre. Az a környezet szintén a családiasság, az otthonosság nyomait mutatja, és én roppantul élvezem, ahogy a srácok vonulnak be a könyvtárba, és leülnek az asztalokhoz, együtt tanulnak, vagy olvasnak, vagy azokat a tevékenységet végzik, amit egy könyvtárban egyébként lehet. És többször említette a természettudományos képzés fontosságát, kiemelt szerepét. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a honlapjukon azért olvasható, egy negyedikes növendékük első lett, egy talán országos természettudomány, vagy természetismereti versenyen. De szintén a honlapjukon láttam, hogy az anyanyelvi képzés az kulcsfontosság önöknél, amit nem szoktak kihangsúlyozni más iskolákban, holott azt gondolom, hogy mindennek ez az alapja. Lehet, hogy nem menedzseljük mi iskolákban azokat a folyamatokat, pedagógusok, amiket mi fontosnak tartunk, és biztos, hogy más iskolában ugyanez a hívószó megjelenik. Nálunk eleve a Zsolnai Józsefhez kötődő kutatások és az EKP program, az anyanyelvi program maga az, ami elindította ezt a fajta gondolkodást, de én gondolom, hogy minden iskola a kompetencia mérések megjelenésével nagyobb fókuszt biztosít erre az anyanyelvi képzésre, hiszen mindenhol most már bármelyik tantárgyba megyünk bele, a szövegértési problémák, amivel ma küzd ez a generáció, ez egy általános problémává változó. Kémiát se, hogyha nem érti a szöveget. És ezért szükségessé vált ennek a kultúra területnek a nagyobb fókuszba állítása. Én gondolom, hogy nagyon sok iskola, nagyon sok mindent tesz azért, hogy ezen tudjon javítani. Mindenki kutatja, hogy mik azok a módszerek, amikkel több olvasottságra tudja rávenni a mai fiatalokat. A körülöttünk levő világ pont nem az gerjeszti számára, hogy olvas. Ugyan megjelenik mindenhol. Internetet maximum. Mindenhol megjelenik ez a kritika, hogy keveset olvasnak a diákok, de mindenki ezt utat keresi, hogy ezzel az a szókincs bővülést, amit várunk ettől a fajta tevékenységtől, a szövegértés, a kommunikáció változása, az mindeköré csoportosítható, és nem beszélve arról, hogy igen, ami az előbb elhangzott az ön részéről, minden tantárnak egy kulcsa az, hogy a szövegértésében milyen módon tud lényeget kiemelni, lényegkiemelésen milyen módon tud valamilyen módon ráfókuszálni az adott problémára, összefüggéseket találni, összevetéseket létrehozni. Magyar nyelven kívül német és angol? Magyar nyelven kívül angol, német a két első nyelv az intézményben, mellette a második nyelvként megjelent a francia és a japán nyelv. A japán nyelv még a Zsolnai József időszakából nagyon úgy gondolom, hogy fontos érték az intézmény, hogy átmentsük ezt a japán nyelv, japán kultúra közvetítését, bár az angol, német, az a főleg az angol erősödésével egyre nagyobb háttérbe szorul a japán oktatás, keresés a gyerekek részéről, és a francia erősödött föl még, tehát az angol, német, francia vált a három legjobban keresett nyelvi a diákok közül. Nyilván ők keresnék, ha lenne nálunk spanyol, vagy sok minden más nyelv, hiszen sok iskola sok másfajta nyelvet fölvett a repertoárjába. Munkaerőgazdálkodásilag elég nehéz lenne összeegyeztetni most a sokfajta nyelvet, hogy lehet létrehozni. Vannak olyan növendékek, akik a közösségtéren kezdték alsó tagozatban, és itt érettségiztek, vagy érettségiznek, esetleg még egy vendéglátói képesítéssel is a birtokukban. Hát a mostani évfolyam ilyen, akik most 13-osok, az előző évfolyam is ilyen volt, akik itt érettségiztek tavaly, és a mostaniak szintén ott kezdtek. Általában a középiskolában a 40-50%-a megy tovább az általános iskolai tanulóinknak. Ezt akartam kérdezni, hogy kívülről jönnek. Hogy és körülbelül ez az arány a külsősöknek, tehát körülbelül az 50-60%-a az, aki nem az intézmény tanulói voltak a középiskolában. Itt ugye bekapcsolódik a város másik intézmény, az Imándi iskola tanulói, onnan is jönnek, tehát a településen belül azért a település lakói alkotják több mint a felét a tanuló létszámnak. Nulladik nyelvi előkészítőt indítottunk most már jó pár évvel ezelőtt, és ez egy nagyon-nagyon
komoly kihívás az idegen nyelv tudása mindenki számára, és úgy gondolom, hogy középiskolában mindenképpen komoly feladat az, hogy beszélt nyelvvel engedjük ki a gyerekeket az iskolapadból. Mint egy 50 szakkör működik az intézményben, ezt nem kívánom, hogy felsorolja, mert néhány el is hangzott, hogy milyen képzésekben, egyéb szabadidős foglalkozásokban vehetnek részt a diákok. Milyenek az iskola külkapcsolatai? Jók a külkapcsolataink. Ugye változott a törvény. Japán testvériskola, erre mondott. Japán testvériskolánk az függőben van, nem a mi kapcsolatunk miatt. Az intézményből volt kint az előző igazgató is, egy diákcsoporttal vendégül is láttunk. Közben ott történt a testvériskolánknál egy igazgatóváltás, és az új igazgató jelenleg nem tartja annyira fontosnak ezt a kapcsolatrendszert fenntartani. Mi ezt az információt hallottuk vissza, tehát nem tudjuk, mivel van kapcsolat, tartunk még. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy ez majd még változhat a jövőben. Ez egy nagyon-nagyon jó kapcsolat volt. A jelenlegi japán tanáraink is próbálják azokat a japán kapcsolatokat a nagykövetséggel és több iskolával, ahol japán oktatás folyik, fenntartani. Az egyetemmel is kapcsolatunk van, ahol japán oktatás folyik. Például volt oktatónk, most éppen ott oktat az egyetemen. Szerintem ez a része nagyon jó. A köznevelési törvénynek a változásával és a szervezés ügyben, hogy tankereteket hoztak létre, az iskola több más iskolával is közelebb kapcsolatba került. És mondom, ez egy előrelépés volt abból a szempontból, hogy több iskola életében lát bele az iskola vezetője. Tehát olyan lehetőségek tárultak fel, amire időt nem szánt annak idején az ember, és úgy gondolom, hogy most én is sokkal több minden jót látok más intézményektől, tehát ha tetszik, elleshetünk más intézményektől jó törekvéseket, jó produktumokat, innovatív gondolkodást, ebben látok jó dolgot, és ezek a kapcsolatok élők és jók ráadásul. A nyelvi képzést erősítendő el tudnak jutni diákok német vagy angol nyelvterületre csere kapcsolatok révén? Hogy van ez? Ez egy olyan 10-12 éves múltra tekint vissza, amikor néhány kollégánk megkérdezte az igazgatórat, hogy pályázhatunk olyan pályázatokra, ahol nemzetközi kapcsolatok jönnek létre, több iskolát fűzünk össze, több nemzetiséget érintve. És akkor egy norvég projektbe kapcsolódott be az intézmény legelőször, és norvég testvér kapcsolat jött létre, és egy nagyon aktív csere viszony jött létre a két település és intézmény között, ami mintaadó volt a többi kollégának, hogy ezen a területen lehet tovább lépni. És ezek után szinte egymás után pályáztak a kollégák ilyen típusú Erasmus vagy Comenius típusú pályázatokon, ahol sorban nyertek, és volt egy olyan évünk, hogy három pályázatot adtak be, hát ha nyerünk, és mind a hármat megnyerte a kolléganő, és így rengeteg országba jutnak el a gyerekek, rengeteg külföldi kapcsolatot ápolnak a mai napig is, amikor létrejöttek külföldön, és ott az országok teljes Európát lefedjük, tehát még Bulgáriától Lengyelország, Németország, Svédország, Finnország, Anglia, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Törökország, tehát ezekkel minden kapcsolatba kerültek, és mindenhol csere kapcsolat jött létre. És ez azért jó, mert azokon a nyelveken kell megnyilvánulni, amit Európa beszél, és itt szinte mindenhol az angol, német az, ami a mi iskolánk nyelvét is erősíti, és a francia kapcsolatban még extra is született, mert hogy francia nyelvtanulás is van az intézményben. Például ezek nagyon vonzóvá tehetnek egy intézményt, de gondolom, főleg a szülőket leginkább érdekli, hogy milyenek az iskola beiskolázási, továbbtanulási mutatói. Lehet-e valamilyen arányt mondani, hogy itt érettségiző diákok milyen arányban, hány éven belül kerülnek valamilyen felsőoktatási intézménybe? A felsőoktatásban majdnem annyi hely keletkezik, mint ahány gyerek végez érettségi után. Körülbelül olyan 20-30 ezer fős eltérés van ebben, de az azért is jöhet létre, hiszen ezek közül jó néhányan elmennek okáis képzésbe, és jó néhányan a munkavilágát választják, és a többiek valamilyen módon el tudtak helyezkedni.
És a másik csalóka az a fizetős felsőoktatási rész megnyitása. Tehát igazából elég sok diák, és azt mondhatom, akik a felsőoktatásba jelentkeznek tőlünk, azok mind be is kerülnek. Hogy ebből menjen a fizetősön, és menjen a normatív támogatott a képzésekbe, ezt éppen mi is most kutatjuk, szeretnénk látni, mi is pontosan, hogy kik azok és mennyien, akik bejutnak a államnak támogatott képzésekbe, de akik jelentkeznek felsőoktatásra, azok mind bekerültek. És azok, akik úgy gondolták, hogy vagy várnak egy évet, mert anyagi körülményeik olyanok, hogy szeretne egy évig dolgozni, hogy gyűjtsön forrás, hogy meg tudja kezdeni a felsőoktatásban a tanulmányait, azok nem mennek és nem is felvételiznek. De volt olyan diákunk, akit felvettek, és próbált csúsztatni, hogy egy évig szedje össze a pénzt arra, hogy a következőbe el tudjon indulni. Nyilván itt majd segítik azok a törekvések, amik itt pályázatok jönnek létre, hogy hát ezek a tanulók is meg tudják kezdeni. De nagyon sok diák anyagi körülményei miatt először a pénzgyűjtést választják. És sajnos a szakközépiskolai ágazatban én inkább azt látom problémának, de ezt országos problémának látom, sok középiskola azt látja, hogy a tanulóinak a szakmába való tovább lépése az nem mindig a szakma irányába történik, és lehet, hogy sok a más szakmában útkeresést kereső gyerek. Valószínűleg itt a szakma választás az nem biztos, sikeres volt a 8. osztályban a tanulóknál, és itt biztos, hogy dominál az, hogy a régióban, a lakóhelyhez közel milyen típusú szakmát biztosít a települések arzenája, és ebben nagyon sokszor előfordulhat, hogy nem pont abban a szakmában megy tovább. Mondjuk Budapest közelsége az előny lehet ebben. Az rendkívül vonzó, az egy nagyon jó lehetőség Török Bálintnak és a térségben lévő középiskoláknak. Ezzel együtt nem egyszerű nekik megtalálni, hogy pont abban a szakmában, amit elkezdett 8. azt imádni fogja utána egy életen át. Stabil az iskola gazdálkodása, hogy kicsit meglepve láttam, felsorolják a honlapjukon a támogatóikat, és nem egy bank is támogatja az intézményt, ami ritka szerintem. Mi az iskolának van alapítványa, azok a támogatók is bekerülnek ebbe a támogatók körébe, akik az intézményt az alapítványán keresztül támogatja. Olyan bevételekre van ma szükség egy iskolának, amire az elmúlt időszakban talán nem is volt. Azok a gyerekek, akik hátrányos helyzetűek, hogy részt vehessenek minden színes programon, arra ilyen típusú forrásokból kell áldozni. Tehát úgy gondolom, hogy ez az alapítvány, az önként adakozó köre azt a részét támogatják meg az intézményekben, ami a színesség, az egyediség, a kulturális programok biztosításában a rászorulóknak is lehetőséget teremt. És ez az a kör, ami számomra megbecsülendő, hogy erre van ma adakozó fél. Az iskola hagyományai között egyébként nagyon sűrűn benne van, hogy elég sok közművelési programot szeretnénk elvinni a gyerekeket. Ezek biztos, hogy buszjegyekbe kerülnek a szülőknek. Tehát itt is az alapítvány lép közbe, hogy ezekbe segítsék ezeket a rászorulókat. Nagyon sok olyan versenyre jelentkeznek diákok, ami nem a magyar közlönyben megjelent támogatott, államilag támogatott verseny, azokra is valamilyen módon kell őket segíteni, hogy eljuthassanak. És ebben úgy gondolom, hogy az adakozók köre nagyon szépen támogatja ezt a fajta hitvallását az intézménynek. Miért érdemes idejöjjetni a gyermeküket, miért lehet vonzó számukra a Bálint Márton általános és középiskola? Én nem szeretek mutogatni más iskoláknak, miért vagyunk mi jobbak más iskolánál, mert ez nem helyén való, nem is ismerem más intézménynek a munkáját olyan mélyen. Amit én belülről látok, az, amit ön is megfogalmazott, a családiasság jellemzője, azt kiemelkedőnek tartom. És belülről ismerve a kollégáimat, azokat a diákokhoz való viszonyulásukat, a problémájukra való rezdülésüket kiemelkedőnek tartom az intézményben.
a tanulók bármikor fordulhatnak segítségért a kollégákhoz, és úgy gondolom, hogy szakmailag kihozzák a tanulókból azt a képességszintet, ami a tanulókban benne van, és ha tehetség kerül a tanáraink kezek közé, akkor mindent elkövetnek azért, hogy ez eredményekre jusson, és azokat a tanulókat mindenképpen szeretjük felkarolni, akik valamiért lemaradók, akik valamilyen képességükben segítségre szorulnak, és ezekre úgy gondolom, hogy az iskola próbál mindig valamilyen adekvát választ keresni, hogy hogy lehet az ő ezeken a tanulókon segíteni. Biztos, hogy a sikerekben vannak eltérések, mint minden intézményben, de én úgy érzem, hogy ebben szintén jó úton hat, és követi azokat a hagyományokat, amit a múltban is képviselt az iskola.